Több együttműködés és pályázati kiírás is fontos részét képezte a januári FADDI testületi ülésnek. A város az eddigi évekhez hasonlóan idén is kiírja az ösztöndíj pályázatot roma tanulók részére, valamint a közterületek használatáról szóló rendelettel kapcsolatban is értekeztek. Az előző év értékelése szintén nagy hangsúlyt kapott. Tevékeny évet hagytunk magunk mögött, volt benne jó és rossz is. Én azt gondolom, hogy nagyon szerteágazó és nagyon tevékeny munkája volt a hivatalnak. Ezúton is megköszönöm a munkájukat itt a televízió nyilvánosság előtt is, hiszen tényleg mindenkire számíthattam, és mindenki elvégezte tisztességesen tavaly is a munkáját a hivatalba. Az új piactér építésének pályázatával kapcsolatban Bordács József kiemelte, a hivatal hamarosan megköti a szerződést a kivitelezővel, és februárban már elkezdődhetnek a munkálatok. Önkormányzatunk elnyert egy vidékfejlesztési programban egy pályázatot, egy helyi termelő, új helyi termelői piac építésére. Az elmúlt másfél hónapban lezajlott a közbeszerzési eljárás, és megvan a nyertes kivitelezőnk, és erről fog döntést hozni a képviselőtestület gyakorlatilag, és következő két héten belül megkötjük a kivitelezővel a szerződést, munkaterületet adunk, és február hónapban reményeim szerint elindul a kivitelezés ennek az új termelői piacnak. A 2024-es költségvetés összeállítása jelenleg még zajlik, azonban a hivatal és az illetékes munkatársak a februári ülésen már pontos adatokkal tudnak szolgálni.